Jó estét kívánok kedves nézőinknek! Ez az Oxigén Televízió esti regionális hírműsora december 4-én. 2,3 milliárd forint érkezik Győrbe az Otthon Melege programban. Matthias Müller lett az Audi felügyelőbizottságának elnöke, és csoportgyőzelmet remél a futsal válogatott a világbajnoki selejtezőkön. A részletek azonnal jönnek, de először nézzük, hogy mik lesznek kiemelt témáink ma este. Tűzéreket avatott és szolgálataiért több katonát is kitüntetett az Arabona légvédelmi rakéta ezred. Idén is Szent Borbála napján tartották a fegyvernemi napot. Győrbe is megérkezett a Mikulás, előbb a városháza előtt, majd az óvodákban és iskolákban találkozott a gyerekekkel. Rangadóval folytatódik a bajnoksága a CMB Cargo Uni Győr számára. A kosarasok a Sopronnal találkoznak szombaton. És felhős, ködös idő várható a hétvége nagy részében, de csapadékra nem kell számítani. Adásunk végén mondjuk a részleteket. A fegyvernemi nap alkalmából ünnepi állománygyűlést tartotta a 12. Arabona légvédelmi rakéta ezred Győrben. A rendezvényen a Magyar Honvédség Összhaderőnemű Parancsnokságának parancsnoka, illetve a rakéta ezred parancsnoka értékelte az elmúlt egy évet, és mondott köszönetet a katonáknak szolgálatukért. A hagyományokhoz híven idén is december 4-én Szent Borbála napján tartott fegyvernemi napot a 12. Arabona légvédelmi ezred. A beszédek mellett tüzéreket is avattak, 9 frissen végzett, illetve első éles lövészetét teljesítő tiszt és altisztet testküt. Rám bízott harci technikát óvom! Rám bízott harci technikát óvom! Ápolom! Ápolom! És ha nagyon muszáj! És ha nagyon muszáj! Akár kezelését is hajlandó vagyok megtanulni! Kiemelkedő teljesítményük miatt többen is jutalomban részesültek. Honvéd vezérkar főnöke, az alakulat parancsnoka is, én jó magam is, viszont nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy elismerjük azoknak a katonáknak a munkáját, akik a kiemelkedő teljesítmények nyújtók között is kiemelkedő teljesítményt nyújtottak az éves munkájukkal egy-egy specifikus feladat végrehajtása során, és ezért különböző emléklapokat, emléktárgyakat ajándékoztunk a katonák részére. Zsúfolt és nehéz éven van túl az alakulat, mondta Kovács Ferenc. A katonáimat minden megbecsülés és minden nagyra becsülésem megilleti, tisztelet illeti őket, hiszen az idei évi feladatokat kimagaslóan, kiemelkedően hajtották végre. Az ezred katonái idén számos kiemelt fontosságú gyakorlaton vettek részt, ahol sok szakmai feladattal és kihívással kellett szembenézniük. Az egyik a Tobruk Legacy 2015 harcászati gyakorlattal egybeköltött éles lövészet, ami Csehországban zajlott, itt a katonáim kimagaslón álltak helyt, és hát a fegyverrendszer, a Mistral fegyverrendszer történetében először indíthattunk egyszerre két rakétát, illetve megtapasztalhattuk az éjszakai lövészetnek és a feelingét, hogy így fogalmazzak, ilyen modern szóval. A másik fontos és kiemelkedő feladat, ami nagy büszkeséggel tölt el bennünket, az, hogy a NATO ellenőri csoportja itt járt októberben, és megmérettetésre kerültünk. És hát azt gondolom, hogy a megmérettetés jó sikerült, hiszen mission capable, azaz feladatképes minősítést kapott az ezred. Az alakulat ezen kívül több feladatot is ellátott, dolgoztak többek között az ideiglenes biztonsági határzáron, és jelen pillanatban is közel 200-an őrzik a horvát-magyar szakaszt. Mintegy 2,3 milliárd forint érkezik Győrbe, ebből pedig csaknem 2900 lakás újulhat meg az Otthon Melege program keretében. Ilyen mértékű támogatás eddig még nem volt a megyeszékhelyen. Ehhez az is kellett, hogy a városban minden szakmailag és formailag érvényes pályázat nyertes lett. A kormány idén februárban hirdette meg a társasház korszerűsítési programot, amelyben a nyertes társasházak energetikai fejlesztéseinek átlagosan a felét átvállalja az állam. Matthias Müller, a Volkswagen koncern új vezérigazgatója váltotta Martin Winterkornt az Audi felügyelőbizottságának élén.
Naponta több mint 8800 motor és 640 autó készül az Audi Hungáriánál. A munkát összehangolt logisztikai rendszer segíti, amelyet a szakemberek az utóbbi években számos innovatív megoldással fejlesztettek tovább. Az újságírók egy szakmai napon ismerkedhettek meg a motor és jármű logisztika folyamataival, amelyek már nem csak Magyarországon, hanem a koncern más telephelyein is mértékadónak számítanak. Újságíróknak rendezett szakmai napot az Audi Hungária. A médiumok képviselői ezúttal a logisztika világában nyerhettek bepillantást. Molnár Ádám, a motorlogisztika vezetője előadásában elmondta, a vállalat naponta több mint 8800 motort készít, ehhez mintegy 300 kamionnal és 3 vonattal érkeznek az alkatrészek. A kész erőforrásokat 30 vevőnek szállítják ki Európába, Kínába és a tengeren túlra is, 250 logisztikai munkatárs közreműködésével. Ezt a tervezési tevékenységünket egy kicsit exportálhattuk is különböző gyárakba, a világ más részeire, hiszen az elmúlt időben 5 új motorgyár épült, elsősorban Kínában, de Mexikóban, ahol kollégáim, akár én is részesei lehettem ezeknek a gyáraknak a felépülésének, illetve a logisztikai folyamatainak az indulásának, és nem utolsó sorban minden nap Európából több mint 30 millió értékű euróértékű alkatrészt szállítunk ezekben a tengeren túli gyárakba. Az élménytúrára autókkal indult a csapat, így mindenki megtapasztalhatta, milyen utat járnak be naponta a gyár területére érkező kamionok. A bejövő áru mozgását a munkatársak online követik, a valós idejű információ átadást speciális eszközök segítik. A csarnokok közötti tájékozódást az úgynevezett telematik rendszer könnyíti meg, ezzel is csökkentve az átfutási időt. A V8 V10 motorszereldében az Audi R8-hoz, illetve a Lamborghini Huracánhoz készülnek erőforrások. Az adott motorhoz tartozó alkatrészek egy árukosárba kerülnek, majd ebben jutnak el a gyártósorhoz. Tehát nekem semmi más dolgom, hogy megnézem, hogy hol világít zölden, és odahúzom a gyűjtőkocsimat. Egyeztetem az alkatrészszámokat, hőmérséklet jeladót, megnézem, hogy ezt a 2B rekeszbe kell kigyűjtenem, benyúlok és kigyűjtöm. Nem csak a motor, a jármű logisztika is vezetett be okos megoldásokat, hogy optimalizálják a folyamatokat. A karosszéria üzem, a lakkozó és a szerelde közti folyamatos, kiegyensúlyozott termelést a járműgyártás irányítás biztosítja. Az itt dolgozó kollégák folyamatosan figyelik a termelést befolyásoló tényezőket, és ha kell, be is tudnak avatkozni. Magán a logisztikán mai adat 173 kollega dolgozik. Az ő felelősségi körükbe tartozik a termelési program összeállítása, maga az alkatrész beszerzés, a beszállítókkal való kapcsolattartás, maga a logisztikai belső folyamatoknak a megtervezése. A zavartalan alkatrész ellátás biztosítása tehát cseppet sem egyszerű. Még szerencse, hogy az újságíróknak csak egy játékban kellett megoldaniuk olyan feladatokat, amelyekkel a vállalatnál többször is szembesülhetnek a munkatársak. Megoldódhat az Albert Kázmér pusztai utak ügye. Híradónk is többször beszámolt róla, hogy az osztrák határmenti településen járhatatlanok a közutak. A helyiek még egy mangalicát is felajánlottak annak, aki az övéknél kátyúsabb utat talál. Úgy tűnik, hogy az akció sikerrel járt, hiszen Albert Kázmér puszta és Moson-Szolnok között elkezdődtek a munkálatok, és a Magyar Közút ZRT tájékoztatása szerint 2016-ban megújulhatnak a falu belterületi útjai is, több mint 12 kilométer hosszban. Mindenhol készülnek már az ünnepekre, így Pannonhalmán is. Ebből az alkalomból több különlegességgel is várják a pálinka szerető közönséget. A legújabb ízekkel a karácsonyi hangulatot és az ünnepek melegét is próbálják megidézni a pálinka főzőmesterek. A pálinka főzés óriási szaktudást igényel. Ahhoz, hogy a leszedett gyümölcsből ízletes, akár ünnepi ital készüljön, sok időre és hozzáértésre van szükség. A leszedett gyümölcs, legyen az bármilyen is, ilyen tartályokból indulva végül biztos, hogy díszes csomagolásban kerül a polcokra. Ugye egyre nehezebb a helyzet, mert nagyon sokféle pálinkából, vagy gyümölcsből készítünk ma már Pannonhalmán pálinkát. Igazából már nincsenek is olyan gyümölcsök, amiből ne készítettünk volna gyümölcspárlatot, de mégis kellenek az újdonságok, és idén karácsony előtt két újdonsággal jelentünk meg. Az egyik egy ősi, hagyományos, tradicionális receptúra alapján készült pannonhalmi zöld dió likőr, aminek az alkoholtartalma teljes egészében pálinkából származik.
A sok-sok különböző ital mellett tehát idényenként kell némi újítás, hogy mindig valami újdonság is kipróbálható legyen. A receptek néha akár 100 év távlatából is előkerülhetnek, de van, hogy a divat befolyásolja az igényeket. Alapvetően ez két dologból indult ki. Egyrészt, amikor Pannonhalmára jöttek az emberek, egy idő után azt vettük észre, hogy többen keresik a levendula pálinkát. Mivel nem létezett, nem is tudták, hogy mit kerestek, de ez egy olyan kereskedelmi igény volt, amit egy idő után meg kellett hallani. A másik pedig az, hogy valóban mi is azt láttuk, hogy a levendula egy divatos cikk. Illatszernek, díszítőelemként a színe, italokba, szörpökbe kezdték illóolajba forgalmazni, illetve vásárolni a fogyasztók a levendulát, és mi is elkezdtünk gondolkozni, hogy ezt valahogy rövid italba hogyan lehetne átfordítani. Hogy ezek az idény jelleggel készített termékek mekkora karriert futnak be, csak is a legszigorúbb zsűrin, vagyis a közönségen múlik. Megérkezett Győrbe a Mikulás. Néhány gyerek a Városháza előtt már találkozhatott is vele, és apró segédeivel. A városi köszöntés után aztán elindult, hogy több ezer gyerekkel találkozzon iskolákban és óvodákban. Aki pedig megérdemli, azt az ablakokba helyezett kis csizmákba rejtett ajándékkal is meglepi a hétvégén. Hó hián a Mikulás kerekeken érkezett, nem szánkón. Az óvodások pedig már énekszóval várták a nagyszakállút a győri városháza előtt. A Mikulás nem érkezett egyedül, Manó kíséretében jött nagy puttony ajándékkal. A városháza előtt aztán a város alpolgármesterétől is érdeklődött, hogy valóban megérdemlik-e a győri gyerekek a sok finomságot. A Győri Mikulás Birodalom Alapítvány Farkas Imre vezetésével szervezi azt meg, hogy az igazi Mikulás kocsival, Manókkal együtt idejöjjön. De nem csak ez a lényeg, hogy idejön a városház előtt itt, hiszen hivatalosan fogadjuk, hanem ezt követően két napon keresztül az iskolákba, óvodákba elmegy, ajándékot visz, és ami egy nagyon szép dolog, hogy akik gyerekek írtak levelet az év közepén a Mikulásnak, azokat meghívja vasárnap a színházból. A szép éneklésért cserébe aztán minden óvodásnak egy kis édességgel kedveskedett a Mikulás. A jóságát mutatja, hogy a helyszínen lévő szülőket és még stábunkat is megajándékozta egy kis aprósággal. És neked is fogunk adni, mert te lesül a legjobban. Tessék! Köszönöm szépen! A csomagosztás azonban itt még nem ért véget. A hétvégén nagyon sok helyen találkozhatnak a gyerekek még a Mikulással. A Mikulásnak, a gyerekeknek a szép éneke, verse az mindig ünnepet jelent, hiszen ezért jövünk Mikulásként, mert a télapú, ugye ez karácsonykor jár nálunk, meg Mikulás, ez a püspökséges Mikulás. És én már 27 éve látogatom meg évről évre a győri gyerekeket, és bizony ilyenkor a 2-3 nap alatt közel 3,5 ezer kisgyerekhez jutok el az óvodákba, iskolákba. A hidegben még azt is megtudtuk, hogy mit is kell pontosan csinálni, hogy mindenképp meglátogasson minket az otthonunkban is. Amikor visszajövök az óvodából, majd kitisztítom a csizmám. A Mikulás tehát megérkezett már Győrbe, úgyhogy itt az ideje, hogy a frissen kipucolt csizmák az ablakokba kerüljenek. A Méhecske Alapítvány idén is 180 doboz szeretettel ajándékozza meg a Bárci Gusztáv Gyógypedagógiai Intézmény és Gyermekotthon 180 növendékét. Már árulják a karácsonyi vásárban az önkéntesek saját kezűleg készített dísz és ajándéktárgyait. A befolyt összegből fogják pótolni azokat az ajándékokat, amik még hiányoznak a dobozokból. Még szeptemberben kezdtek el alkotni a Méhecske Alapítvány önkéntesei. A cél idén is 180 cipős doboz megtöltése szeretettel. Ebbe szeretet van, ami be van zárva tőlem. Én mindegyik dobozt én saját magam zárom le, tehát a szeretet benne legyen, és ez fontos. Az elkészített szappanok, gyertyák és különböző karácsonyi díszek már az alapítvány adventi vásári standján sorakoznak. Becsületkassa van, az összegyűlt adományból pedig a cipős dobozokhoz még hiányzó kellékeket vásárolja meg az alapítvány. Játékokat, plüss állatkákat, édességeket, írószereket, kinek amire van szükség, amilyen a felajánlásokat kapunk, azt tesszük bele. A Méhecske Alapítvány két napon át, december 4-én és 5-én várja a Dunakaputéri faházban a segíteni szándékozókat. Az elkészült cipős dobozokat pedig december 17-én adják át a Bárci Gusztáv Gyógypedagógiai Intézmény és Gyermekotthon 180 növendékének.
Három hét szünet után folytatódik a női kosárlabda bajnokság. A hétközben vereséget szenvedett győri együttes az Európa kupában már nem juthat tovább. Így csak a hazai bajnokságra koncentrál. De így van ezzel a vendég Sopron együttese is. A Mikulásnap alkalmával az utánpótláskorúak is játék lehetőséget kapnak. Az elveszített szerdai Európa Kupa mérkőzés után a CMB Cargo Uni Győr már a következő feladatra koncentrál. A hétvégén az idei utolsó hazai bajnoki mérkőzésén a megyei rivális Sopron lesz a vendég. A hazaiak eddig mindösszesen egyszer, a megyei sárga-zöldek pedig a hazai pontvadászatban már kétszer kaptak ki, így mindenképpen rangadóra számíthatunk. Mindkét csapat vereséggel és egy fárasztó, hosszú útról érkezik az összecsapásra. A győriek az Azori-szigeteken, míg a soproniak Oroszországban kaptak ki a hétközi nemzetközi fordulóban. Az egyik legerősebb játékos állományú csapat Euroligában indulnak. Nyilván minden poszta két azonos játékosuk van, ellenük, ahogy a Diósgyőr ellen is egy extra teljesítményre van szükség. A Diósgyőr ellen ez nem sikerült, én bízom benne, hogy a Sopron ellen igen. Tavaly ugyanígy Mikulás napján küzdöttünk meg velük hazai pályán, nem tudtunk nyerni, bízom benne, hogy ebbe az évben másképp lesz. Van tehát törleszteni valója a győri csapatnak. Az igazi ünnepi hangulathoz azonban mindenképp kell a győzelem. A csapatvezetés a fontos mérkőzés mellett sem feledkezett meg a Mikulásnap fontos résztvevőiről, a gyermekekről, vagyis az utánpótláskorúakról. Megyei riválisunk a Sopron fog hozzánk látogatni, és ha már így esett, hogy Miklós napjára esik ez a mérkőzés, szeretnénk a gyermekeinket, az utánpótláskorú játékosokat megvendégelni. Úgyhogy a mérkőzés előtt egy Mikulás kupát fogunk tartani itt az egyetemi csarnokba, majd utána pedig a mérkőzés közben különböző ajándékokkal, kis finomságokkal fogjuk meglepni a gyerekeket. Az idei utolsó hazai bajnoki találkozó tehát vasárnap 18 órától játsszák az egyetemi csarnokban. Továbbjutást és csoportgyőzelmet remél a magyar futszál válogatott a jövő csütörtökön kezdődő győri világbajnoki selejtezőben, melyben az ukrán, az angol és a belga csapat lesz az ellenfele. A négyesből az első kettő lép tovább a selejtező utolsó playoff körébe. A csoportgyőztes viszont kiemeltként várhatja ennek a körnek a sorsolását. A selejtező tornának a Magvasi Mihály sportcsarnok ad otthont jövő csütörtöktől vasárnapig, míg a világbajnokságot jövő szeptemberben Kolumbiában rendezik, 7 európai csapat részvételével. Tűzéreket avatott és szolgálataiért több katonát is kitüntetett az Arabona légvédelmi rakéta ezred. Idén is Szent Borbála napján tartották a fegyvernemi napot. Győrbe is megérkezett a Mikulás. Előbb a városháza előtt, majd az óvodákban és iskolákban találkozott a gyerekekkel. Rangadóval folytatódik a bajnoksága a CMB Cargo Uni Győr számára. A kosarasok a Sopronnal találkoznak szombaton. Ma este sem maradunk programajánló nélkül. Korrodi Petra már itt is van a stúdióban a legjobbakkal. Szia Petra! Miből választhatunk a hétvégén? Szia és köszöntöm a nézőket! Jön a Mikulás Tatabányán. Holnap délután 2-től egészen estig várják a gyerekeket a József Attila Művelődési Háznál. A kicsik részt vehetnek majd a kézműves foglalkozásokon, lehet például karácsonyi képeslapot készíteni. A télapó műsor délután 4 órakor veszi kezdetét, majd ezt követően megérkezik a Mikulás. Egészen 19 óráig tart a Mikulás program holnap Tatabányán a József Attila Művelődési Házban. Aztán a Mikulás jegyében telik a hétvége Győrben. Holnap a Csikkóca Művészeti Műhelyben délután 3 órától este 6-ig lesz a múzeumi Mikulás várás, amíg szintén holnap délután 4 órakor kezdődik a Szent Miklós ünnepség a Zicsi Palotában. A győri állatkert sem marad ki a télapos programokból, ott vasárnap egész nap Mikulás nappal várják az érdeklődőket. Aztán Mosonmagyaróvára is megérkezik a télapó a hétvégén. Vasárnap már délelőtt 9 órától várja az érdeklődőket a Mikulás nap a Fehérló közösségi házban. Lesz játszóház és kézműves vásár, 10 és 15 órától pedig megnézhetik az érdeklődők a Hókirálynő című mese musicalt. A Mikulás pedig a tervek szerint 11 és 16 órakor látogatja meg a Fehérló közösségi házat.
Most pedig nézzük, hogy milyen időjárás várható. Felhős, azonban csapadékmentes lesz a szombat az előrejelzések szerint Magyarország északnyugati felében. A légmozgás enyhe marad, a hőmérséklet pedig jóval az átlag felett alakul majd. Szombaton a hajnali órákban 3, amíg reggelre 5 fok valószínű. A szombat délután is felhős lesz, a nappali csúcs 4 és 7 fok között valószínű. Szombat estére is jeleznek felhőket, a nap végén 3-4 fok várható. Kisüt a nap a folytatásban északnyugaton a hosszú távú előrejelzések szerint. Vasárnap a kellemes napos időben a maximum 8, amíg a minimum 2 fok körül valószínű. A hétfő is napos lesz, a reggeli és az esti órákban 4, amíg nappal 11 fok várható a prognózisok alapján. Kedre is napos időt jeleznek a szakemberek, a nap elején és végén 4, amíg napközben 8 fok valószínű. Kedves nézőink, Önök az Oxigén televízió adását látták december 4-én pénteken. Köszönöm egész heti figyelmüket. Friss híradóval legközelebb hétfőn este 7 órától várjuk Önöket. De érdemes lesz a hétvégén is velünk tartani, hiszen rengeteg izgalmas műsorral várjuk Önöket akkor is. Kellemes pihenést kívánunk, jó éjszakát a viszontlátásra!